És akkor irány a Sobri Jóska kalandpark, hiszen jön a 6. jótékonysági nagy kaland napja a nagy családosokért Kislődön, és itt van már velünk Jáger Balázs, a Sobri Jóska kalandpark ügyvezetője, főszervezője, és Váci Tamás, a Sobri Jóska kalandpark rendezvényszervezési igazgatója. Jó reggelt kívánok! Mire számíthatnak majd azok, akik kíváncsiak erre a 6. alkalommal megrendezésre kerülő fantasztikus eseményre? Jó reggelt, üdvözöljük a kedves nézőket. És hát azt tudom mondani, hogy ugyanarra számíthatnak, hogy mindig rengeteg élményre és kalandra nálunk. Ezen a napon a teljes kalandparkot a résztvevők rendelkezésére bocsátjuk, és azon túl, hogy a kalandpark játékaival ők játszhatnak, programokat is szervezünk nekik, mint például a tutajhúzó verseny, vagy a családi versenyünk, ahol a családok közösen díjakért küzdenek meg a kalandpark játékelemein. Ha már díjak, milyen díjakról van szó? Ugye különböző versenyeket szervezünk majd, ahogy már Balázs is elkezdte ezt említeni. A tutajhúzó versenyen keressük a 2023-as év legbelevalóbb nagy családját. Itt egy családi belépővel szeretnénk majd kedveskedni nekik, akik ezen a nagy kalandnapján túl egy másik időpontban is ellátogathatnak majd hozzánk ide Kislődre a Sobri kalandparkba. A kincsvadászatnál pedig értékes sobris nyereménytárgyakért, nyakbaakasztókért, bögrékért megy majd a harc, itt főleg a kisebb gyerkőcöket várjuk a nagy családosok köréből. Balázs, mennyi érdeklődőre számítanak? Hogyan lehet, akár kell regisztrálni, hogyan lehet elmenni és részt venni ezeken a programokon? A NOE-val, a Nagycsaládosok Országos Egyesületével közösen rendezzük most már 6. alkalommal meg ezt a rendezvényünket, és ők segítenek nekünk abban, hogy az ország egész területéről regisztrálják azokat a nagycsaládokat, akik leginkább rászorulnak, vagy leginkább szükségük van arra, hogy egy ilyen alkalomra el tudjanak jönni. 100 nagycsaládot várunk egyébként, és abból indulunk ki, hogy egy nagycsalád az legalább 5 fő, de nyilván vannak olyan nagy családok, ahol ennél többen is vannak, olyan 600-650 fővel számolunk. Várják-e a szülőket esetleg valamilyen különleges programok? Mire lehet számítani szülőként? Természetesen az egész családnak kínálunk külön alternatívákat. Itt akár a drótkötélpályánkat, hogyha a drótkötélpályánkban gondolkodunk, csak akár családi pályákon kipróbálhatják a képességeiket az egész család együtt, illetve van egy családi hullámvasútunk, úgyhogy a szülőket sem szeretnénk semmiféleképpen kiszorítani, hanem mindenkinek aktív kikapcsolódási lehetőséget kínálunk itt a nagy kalandnapján is. Lehet látni felvételeket is azzal kapcsolatban, hogy mi vár az emberekre, hogyha ellátogatnak a Sobri Jóska kalandparkba. Ami nagyon érdekes, az mindig az időjárás kérdésköre. Hogyha legyen jó idő, mindig ez a legfontosabb, de hogyha nincs annyira jó idő, akkor arra hogyan lehet felkészülni egy ilyen esemény kapcsán? Balázs. Igen, ez talán a legnehezebb kérdés számunkra is, mert erre vagyunk a legkisebb befolyással. Ezt még nem tudtuk kitalálni, hogy hogyan tudnánk azt megoldani, hogy egy esősnek ígérkező napon mégis napsütés legyen. Most az előzetes előrejelzések alapján arra számítunk, illetve azt mondja a meteorológia, hogy záporok, zivatarok váratók, amik úgy gondolom, hogy nem fogják befolyásolni semmiképpen a rendezvényt. Nyilván azokban az időkben, ha esetleg kialakul egy zápor, akkor vannak olyan játékaink, amit nem fognak tudni használni a vendégek, de amint elállt az eső, akkor újból újraindul minden, és pontosan az a lényeg, hogy itt közös élményszerzésről beszélünk, tehát a családok együtt közös élményeken vesznek részt, ami úgy gondolom, hogy a család kötelékét is nagy mértékben erősíti. Úgyhogy bízunk benne, hogy ezek a záporok is elmaradnak, illetve elkerülnek minket. Tamás, mik az eddigi visszajelzések az elmúlt évek tapasztalatai alapján? Szerencsére pozitív visszajelzések érkeznek. Itt a Nagycsaládosok Országos Egyesülete felé mindig van egy olyan kérésünk, hogy próbálják azokat a családokat regisztrálni hozzánk,
akik nem feltétlenül tudnak megengedni azt, hogy ellátogassanak egy élményparkba. Tehát a jótékonysági rendezvénynek van egy ilyen célja is, hogy olyan családoknak is biztosítsunk kikapcsolódási lehetőséget, akik erre nem feltétlenül lennének képesek. Az ország egész térségében, tehát az egész országból érkeznek hozzánk családok, egy teljes napot eltöltenek itt nálunk. Sokszor látom azt, hogy még zárás után kipróbálják a játszótereinket, tehát ebből arra lehet következtetni, hogy az egész nap sem volt elég arra, hogy minden játékot kipróbáljanak, úgyhogy itt zárást követően még a játszótéren, illetve a tóban való fürdéssel töltik el az est hátralévő részét. Balázs, van-e olyan program, vagy vannak-e olyan programok, játékok, amelyek népszerűbbek akár a többinél? Hol vannak a legtöbben egy ilyen alkalommal? Nagyon jó a kérdés, ezen mi is mindig gondolkodunk, hogy mi a legnépszerűbb játékunk. Két kategóriára bontottuk egyébként: erőlködős élmények, mint például a drótkötélpálya, és az erőlködésmentes élmények, mint a hullámvasút, ahol csak be kell ülni, és már is jön az adrenalin. Azt gondolom, hogy több kedvenc van, a drótkötélpályán a mai napig egy favoritnak számít, de nagyon népszerű a hófánkpályánk, hajócsúszdapályánk, és azt gondolom, hogy családok esetében tényleg ki kell emelni ezt a kis családi hullámvasutat, ahol az egész család együtt tud részt venni egy nagy közös élményen, életkortól függetlenül, és ezt fontosnak is tartjuk, hogy próbálunk arra törekedni, hogy minél kortalanabbá váljon a park, és minden korosztály számára biztosítani tudjunk lehetőségeket a kikapcsolódásra. Jäger Balázsnak és Váci Tamásnak köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk, és nagyon sok sikert kívánunk az idei élménynaphoz. Köszönjük az érdeklődést.